Fodor Rajmund napirendje igen sűrű, ahogy fogalmazott, nincs ideje unatkozni. A koronavírus időszakban viszont ő sem tehetett mást, otthon kellett lennie. Úgymond föltaláltam magam, szerencsések vagyunk, kertesházban lakunk, kertesházban élünk, és hát végre a nagy szerelmem a kertre is jutott egy pici idő, vagy több idő, hogy ráfordítsam, és én kezeljem, ne kelljen mást hívni, pontosabban kellett volna, csak nem jött. Úgyhogy ott is szépítgettem többet magammal a kis kertünket. Ha már nem lehetett kimozdulni, akkor hasznossá tette magát az ember. Aztán ugye kutyusok is lettek utóbbi időben a családunk tagjai. Ők is azon túl, hogy persze felelősség, meg minden, azért nagyon komoly odafigyelést igényel. És a kertészkedés az mióta? Tehát ne gondold azt, hogy most fújom neked az összes növényem nevét latinul, tehát azért ilyen mélységekig ne gondoljatok engem. De azért nyilvánvaló, amiket így az én két kezemmel, meg egy ásóval, kapával, meg a kis tényleg kézi szerszámokkal el lehet végezni, azt azért megcsináltam. A kétszeres olimpia, világ és Európa bajnok pólós korán kitűnt tehetségével 1992-ben a soproni junior EB-n nyújtott teljesítményét látva arról is beszéltek, hogy 16 évesen ott lehet Barcelonában, de aztán 20 évesen Atlanta lett az első olimpiája. Ezekből az évekből idézett fel egy számára kedves történetet. Még szegediként, sihederként Szegedbe játszom, és akkor lejön a Nagy Újpest, az igen, akkor még Lenkupa és Meggyőztes Újpest lejön Szegedre, tudod, full ház a sátor alatt minden. Az egy 10-10-es mérkőzés, X lett, 5 gólt lőttem, és hát felváltva fogott a Benedek Tibor, a Dala Tamás, a Nicsovics Tamás, és akkor még néha valaki más is, aki éppen arra jár. Amikor éppen az a mérkőzés volt, akkor már egy vagy két éve ugye a felnőtt válogatott keret tagja voltam, és egy pár mérkőzésen már úgy bizonyítottam számukra, hogy abból a kis vidéki hülye gyerekből, azért abból a kategóriából kivettek, tehát valami respektet már kezdtek a részemre nyújtani, de hát még mindig csak 17-18 éves voltam, tehát azért olyan sokra nem vágyhattam, mint hogy túléljem a mérkőzést. Úgyhogy ezek aranyos sztorik, jó sztorik. Hát nyilván meg utána, hogy ők jönnek oda gratulálni, tehát azért egy ilyen meccs után a saját kis milliómban, a szegedi sportuszodában, sátor alatt tényleg tömve 3-4-500 ember, nem is tudom mennyi fér oda el, és óriási hangulat, egy 10-10-es meccs, és 5 gólt lősz a Nagy Újpestnek, azért az nyomot hagy. Úgyhogy örömmel beszélek róla. Kiemelkedően sikeres pályafutása befejezése után sem távolodott el az úszodától, így van rálátása arra, hogy mennyire más most a sportág utánpótlása, mint amikor ő volt 10 éves. A mai fiatalok közül azt érzem, hogy 10-ből 9 srác Varga Dumi szeretne lenni. Ha van hozzá kisebb vagy nagyobb tehetsége, ha nincs hozzá, akkor is Varga Dumi szeretne lenni. Csak azt vagy nem mondják el a saját edzőik, vagy nem kapnak jó tanácsokat, hogy Varga Dumi egy van. Mint ahogy Kásás Tamás is egy volt. Tehát olyan szuper tehetségek, akik nagyon sok évente egy születik. Szokták mondani, hogy 100 évente egy, de Magyarország, meg a magyar vízilabda van olyan szerencsés, hogy mondjuk ide vesszük még Faragó Tamást, Benedek Tibort, Kis Gergőt, Bíros Petit, és még sok ember sorolhatnék, akkor 100 éven belül azért több volt, mint egy. Visszatérve a fiatalokra, tehát úgy mennek le az edzésre, hogy azt próbálgatják, hogy tekerve csavar a Dumi, de közben lőni még nem tudnak. Tehát nagyon sok lépcsőfokot úgy gondolnak átugrani, hogy az már nekik megy, de közben nem megy. Ez a kicsit mentalitásbeli, de inkább gondolkozásbeli probléma jelentkezik a magatartásukban is, tehát kevesebb áldozattal elérni azt a célt, vagy mindig a könnyebb utat választani, a kisebb ellenállás felé törekedni, holott a sport még mindig az a része, főleg a vízilabda, hogy vagy belerakod a munkát,
és akkor lehet, hogy lesz eredménye, de ha nem rakod bele a munkát, akkor valószínű, nagyon nagy valószínűség szerint biztos nem lesz eredménye annak, amit csinálsz. Úgyhogy az a fiatal szerintem most Magyarországon, akinek van egy kis tehetsége, és bele is rakja a munkát, az majd viszi valamire. De ez a kettő, ez olyan alapfeltétel, mint az, hogy vele levegőt veszel.